Sziasztok, megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok úgy tisztogatni a talpas piercingeket, hogy a golyó, amivel rárögzítem az ékszert a fületekre, ne csavarodjon le. Elég sok ilyen probléma jelentkezett az elmúlt időszakban. Szeretném nektek megmutatni, jó, hogy ez hogyan kell tisztítani, hogy ez ne fordulhasson elő. Nézzétek, most szúrtam a vendégnek ezt a gyönyörű arany talpas ékszert. Tehát ne úgy tisztogassátok. Ugye először is a tisztításhoz mindig ki kell itt tolni az ékszert. Ne úgy tisztítsátok, hogy fellemozgatjátok, mert ezzel le fogjátok csavarni az ékszert. Azt kell csinálni, hogy fogjátok a vizes fültisztító pálcátokat, és azt forgatjátok a lyuk körül, és látjátok, meg sem mozdul a talpasnak a teteje. Aztán ugyanezt megtesszük a másik oldalon is. Eltolom fel, és csak forgatom. Fáj egyébként? Jó. Tehát forgatom itt a szár körül a vattámat, vagy ezt a fültisztító pálcát, és ugyanúgy megtörténik a tisztántartás, úgy, hogy nem fog mozdulni a talpasnak a teteje. És mégis meg tudtátok rendesen csinálni. Hátul mehet nyugodtan itt, mert itt nem csavarodik le semmi, de elől teljesen mindegy, hogy milyen van nektek. Mindig úgy tisztogassátok, hogy forgatjátok a pálcát, és nem pedig felle dörzsölgetitek.